következő kérdést én kifejezetten szerettem, mert hárma-három félét gondoltunk róla, vagy hát hárma-három féleképpen értelmeztük a kérdést, és ez egy jó kérdésnek szerintem az ismérve, hogy elgondolkodtat. Úgy hangzik a kérdés, hogy miben tartanánk a vésztartalékot, és van-e ennek jelentősége. Hát a második részére tudok válaszolni, van jelentősége mindenképpen. Az első része az szerintem nagyon érdekes, hogy mit jelent neked maga a vésztartalék szó. Az én fejemben a vésztartalék az valami olyasmi, ami a pénzügyi rendszeren kívül van, és még nagyjából likvid is, tehát szükség esetén azért, azért belátható időmből pénzé tehető. Ide írtam magamnak zárójelbe, hogy ezeket a... Paramétereket talán megugorja az arany, meg a kriptó is, de gyorsan hozzáteszem, hogy nem vagyok tele egyikkel se, mind befektetéssel. Ümm, viszont ez mind a kettő, vagy igazából ezek rendelkeznek az úgynevezett portability tulajdonsággal, azaz hordozhatóak. Tehát ha bármi gáz van, odébb mész egy országgal a nem tudom, kis bitcoin kód soroddal, vagy a zsebedbe telerakott arannyal, vagy akármi, és köszönöd szépen ott így el vagy. Hozzáteszem akkor, hogyha olyan gond van, hogy egyáltalán ki tudsz menni az országból. Majd mindjárt mondom, hogy miért mondom ezt. Az egyik, van egy könyv, ami én elég sokat kaptam. Majd fogom mindjárt hivatkozni. A másik, ami érdekes, felmerült bennem, egy vésztartalék lehet -e mondjuk egy farm mindentől távol, ahol adott esetben mondjuk, ha kell, nem hal széhen. Tehát tudsz egy önellátó vállalható kis életet fenntartani a világ végén, ahol nem tudom, rossz esetben egy háborút is ki tudsz bekkelni. Ezt vésztartaléknak minősíted el. Én egyébként annak minősíteném, de hozat szemú nincs ilyenem, és nem is tervezek rövid távon venni. Vésztartaléke egy külföldi bankszámla, a földrajzi diversifikáció jegyében. Ezt egyébként ezt a földrajzi diversifikációt és a portability a hordozhatóságot, ezt nem magamtól találtam ki, ez Barton Briggs-nek a könyvéből, a Wealth, War and Wisdom című könyvből származó paraméterek, csak hogy most már le is hivatkozzam, amire az előbb utaltam. Ön... Ő megvizsgálta, hogy a történelem során a gázos szituációkban mik voltak azok a portfólió elemek, amik, amik azért úgy megmentették a befektetőket, és azt Figyelte meg, hogy ez a hordozhatóság és, és földrajzi diversifikáció, ezek fontosak szoktak lenni. De nagyon fontos az, hogy még ő is azt mondta, hogy egy normális befektetési portfólió 75%-ban részvényből áll. Kutatásai szerint nagyjából ez a, ez a helyes célszám, amúgy ezzel annyira nem is vitatkoznék, tehát nem arról van szó, hogy itt most olyat hallottál, hogy 100% aranyba, vagy kriptóba, vagy osztrák bankszámlába kell menekülni, tehát ilyen hülyeséget nem hallasz tőlem. Olyat hallasz, hogy ha vésztartalék portfólió elemben gondolkodsz, akkor érdemes lehet földrajzi diversifikációt mérlegelni, plusz ezt a portability-t, ezt a hordozhatóságot, nem tudom, hogy kell ezt normálisan magyarul mondani, tud magaddal vinni ez a paraméter. Külföldi bankszámlával kapcsolatban én azt gondolom, hogy mennyit pénzt a ott, alapvetően egy kell legyen ott szerintem, nincsen egyébként nekem ilyenem. Nekem, ami van, az nem magyar értékpapírszámla, és pont ezért vannak ezek, ezek körülbelül újrakezdő tőkeként, azt nagyon nehéz, mondjuk ki, nagyon nehéz elvenni az ott lévő pénzt. Én összességében nem a részvény félek, ezért nekem a külföldi értékpapírszámláimon is részvények vannak, mint azt ugye nyilván tudjátok, viszont földrajzi diversifikációra tök jók ezek. Egyébként nem félek attól se, hogy most itt mindenkinek elvesznek mindenét, tehát nem szeretném, hogyha ezt így fordítanátok le, ha kell egy ilyen vésztartalék elem, akkor, akkor, az én szememben már egy kicsit ez, ez is az. Az államkötvény, mint olyan, az nekem azt a vésztartalék funkciót nem igazán teljesíti, hogy, hogy nem pénzügyi rendszeren kívüli instrumentum, viszont ha a vésztartalék alatt valakinek az van a fejében, hogy mibe tegyem azt a pénzt, amit nem teszek tőzsdére és nem tudom, megélhetésre kell, akkor szerintem az, 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 egy teljesen járható út, hogy most hasraütésszerűen azt mondom, egy évnyi megélhetési költségedet magyar diszkontkincstári egybe tartod, feltéve, hogy Magyarországon élsz forint költéssel. Ö, és oké, okay. a cash az igazából már lehetne vésztartalék minden megfogalmazás szerint, minden értelmezés szerint, viszont én abból, tehát szó szerint papír alapú túl sokat nem mernék tartani, hosszú távon semmiképp, valószínűleg ez annak is a hatása, hogy kb. nem is tudom, 20 éve együtt élek a kis hiperinflációs pénzeimmel, amik a falon vannak képformájában, bár egyelőre pestem vannak én meg most pont nem ott, de hogy, nem, tehát kest nem szeretnék hosszú távon indokolatlanul nagy mértékben tartani, és nem is szokásom. És nagyon tetszik, ha már hivatkoztam Barton Bixet, ezt a Wells War and Wisdom című könyvet. Neki van egy ilyen mondása benne. Mondom angolul, ezt megpróbálom vállalhatóan lefordítani. Perhaps brains or a skill are the most portable and best wealth preserver azt mondja, hogy valószínűleg az, ami a fejedben van, az agyad és egyéb képességeid azok, amik a legportábilisabbak, tehát amiket bárhova magaddal tudsz vinni, és a leginkább vagyon megőrző szereppel bírnak. Ö, és ezzel tehát nem, nem tudok egyszerűen ennél jobbat mondani, tehát a magadba való befektetés és az, hogy az, hogy te bárhol képes vagy újrakezdeni, Szerintem az, az a baromi nagy vésztartalék. Ha most tőlem mindent elvennének, az elég rosszul esne, nyilván. Másrészt egy másik országban a fejemben lévő tudással újra tudnám -e kezdeni, abszolút ilyen téren semmi, semmi kétség nincs bennem. Azért egy újra nem baj, ha van, nem azért, hogy bef portfóliót építsek, hanem hogy mondjuk ne hajjon éhen én és a családom x időn belül, amíg mondjuk nulláról újra felépítem magamat a tudásom által, de a tudás az kulcs szerintem, annál jobb vésztartalék. Én azt gondolom, hogy nincs, és most mondom, hogy én is mondtam volna ezt, de nem ékeskedek idegen tollakkal, tehát ez a Barton Bixnek a, a mondása tőle származó idézet. Ti jöttök, srácok, ez nektek is van, volt gondolatotok? Hát tényleg eléggé másképpen fogtuk meg ezt a témakört. Én konkrétan egyébként arra gondoltam, hogy, hogy, nekem a vésztartalék abszolút nem azt jelenti, hogy fizikailag menekülnöm kell, ezt egyébként át kell gondolnom, meg szerintem sokunknak az alapja, amit Dávid elmondott, de nekem az út a váratlan kiadásokra és a kimaradt munkaképességre esetleg egy, hogyha egy második gyerek erről van szó, akkor még egy keresetnek a kiesése. Én ilyesmi, ilyesminek a hedzselésére gondoltam. Ennek szerintem egyébként egy, egy kézen fekvő megoldása a magyar, magyar állampapír. Én próbáltam egyébként már a webkincstel felületét is, és tényleg az azonnal egy tehát gyakorlatilag perceken belül pénzét tudott tenni ha a bankszámlától megjelenik az összeg, úgyhogy szerintem elég. Tehát kimeríti az azonnal hozzáférhető nagyobb pénzösszeg fogalmát. Én egyébként azon, azon sakkoztam, nekünk az ez, ez már túl személyes, de talán, talán, valakinek segíthet, hogy nekem az, az idei évre a, a befektetés mellett a nagy pénzügyi családilag a célkitűzésünk, hogy felépítsünk egy ilyen három, három, három hat havi vésztartalékot. Én egyébként, ha belegondoltak, nekem ez azért sokkoló volt így belegondolni, egyébként nem, nem annyira triviális. Tehát, hogy ez egy év alatt meg akarod csinálni, és mondjuk csak három hónapi megérhetésről van szó, szóval akkor is mondjuk a fizetésednek a, a 25%-át bele, kell, bele kell rakni, minden, minden hónapban, hogy az kijöjjön ami szerintem elég, na mindegy, szó szóval elég, elég hosszadalmas dolog, úgyhogy mi most konkrétan azt csináljuk, engem az végtelenül idegesítene, hogyha mindenféle sorozatban és mindenféle különböző állampapír fajtában lenne, hogy itt hónapra hónapra belerakjuk, úgyhogy én most azt tűztem ki, hogy az év végén lejáró DK és sorozatot vesszük minden hónapban gyakorlatilag, akkor egy nagyobb összeg remélhetőleg az év végére rendelkezésre áll, és akkor el kell dönteni, hogy melyik, melyik fajta állampapírban lenne ez, ez, hosszú távon. De ez egyébként, hogy dk lesz, ahogy, ahogy Dávid is mondta, de ahogy nézegettem, azért valószínűleg a matek jobban kijön, hogyha, hogyha másfajta állampapírt hosszabb lejáratot mindenképpen valami kamat prémiumban lehet számolni. Úgyhogy én azt, azt gondolom, hogy év végén, vagy a, vagy a bónusz állampapírról, vagy a prémium átrakjuk ezt a teljes összeget egy sorozatban, és csak gyakorlatilag rázárjuk az ajtót, és remélhetőleg soha, soha nem lesz rá szükség. De mondom, egy ilyen, egy ilyen technikai, technikai kérdés azért azért felmerült, hogy állam hogy állampapír, akkor akkor mikor és mely sorozat, és mi ezt így családilag ezt, ezt szültük meg, mint lehetséges megoldás. Ha tetszett ez a részlet, és kíváncsi vagy a teljes videóra, akkor látogass meg az intelligensbefektetők.hu oldalt, amit a videó leírásában megtalálsz. Ha te is szeretnél befektetőként velünk közösen a következő szintre lépni, akkor pár kattintással részese lehetsz egy egyedi, heti rendszerességgel frissülő, szigorú szakmai elvek mentén összeállított platformnak és a köré épülő támogató befektetői közösségnek. Reméljük hamarosan téged is klubtakként üdvözölhetünk, addig is szívesen állunk rendelkezésedre e-mailben a hellokukacintelligensbefektetők.hu címen.